Böde Dániel vagyok, nézitek ti is a Zeneshow TV-t. Besics, Böde, Gyömbér, Szomália és Jova mellett újságíróknak és ferencvárosi szurkolóknak vezényelt egyórás rendhagyó edzést Ricardo Moniz a Népligetben. Az apropót a Nike sportszergyártó céggel kötött új 10 idényre szóló támogatói szerződés adta. Minden edzés olyan, mintha az utolsó lenne, ezért is vettem ennyire komolyan. A mai nap legfontosabb tanulsága az volt a számomra, hogy mindenki tisztelte a másikat a pályán és azon kívül is, mindenki megtette a lehető legtöbbet, amit tehetett, ezért is volt jó ez a tréning, ez egy nagyszerű kezdeményezés, én nagyon jól éreztem magam. De nem csak Moniz vette komolyan az edzést, hanem az azon résztvevő ferencvárosi profik is, köztük a csapat kapusa Jova Levente. Nagyon tetszett, mert ugye ők is belekóstoltak, hogy a mi munkánkba, meg azért kicsit oda lehetett tenni magunkat, hogyha még nem olyan osztályzatokat kaptunk az újságba, egy kicsit meg lehetett köszönni nekik az értékelést. Korábban is volt már ilyen kezdeményezés, jó mondjuk 10 évvel ezelőtt hirdetett már Ferencváros ilyen akciót, hogy az újságírók meg a szurkolók egy edzésen részt vehetnek. Ez nagyon, nagyon kellemes délután volt. Nyilván az ember nincs annyira edzésben, mint a Ferencváros játékosai, és azért Ricardo Moniz néhány gyakorlatát az ember könnyen ki tudja köpni a tüdejét. Az újságírók mellett néhány ferencvárosi szurkoló is részt vehetett a különleges edzésen. Akik a Facebookon meghirdetett Zöldfehérben látod a világot elnevezésű játékon nyertek arra lehetőséget, hogy együtt rúghassák a bőrt kedvenceikkel. Nyaraltunk, és láttam ezt a felhívást, és a tengerparton a homokba véstük bele a Ferencváros címerét. Nagyon jól éreztem magam, kicsit furcsa volt. Valéven voltam, meg még belapasztoltam, meg a Besiccsel voltam. A szurkolók és a játékosok is jól érezték magukat az edzésen, de hogy a hétvégén is lesz-e okuk az örömre, a szombaton 19 órakor kiderül, akkor kezdődik majd a Pécs elleni mérkőzés.